Lieb Mihály a 19. századi magyar festészet legünnepeltebb és külföldön is elismert mestere volt. 1844-ben Munkácson született, csak később lett Munkácsi Mihály, de a rajzolással és festészettel Békés Csabán ismerkedett meg. Békés Csabán vagyunk, és a Munkácsi Múzeum, az itteni Munkácsi Múzeum megújult állandó kiállításának a belső tereit nézzük meg. Mihály a testvéreivel árvaságra jutott, és ekkor került Békés Csabára az anyai nagybátyjához, aki a fiút 8 éves korában asztalos inasnak adta. A műhelyben 6 hosszú évig gyalult, faragott, végül egy súlyos betegség után lábadozása során ismerkedett meg Szamosi Elek Vándor portréfestővel, akitől első leckéit kapta a képzőművészetből. Aztán néhány évvel később ő lett a nagy magyar festőművész. A város látképe csodálatba ejtett. Hosszú-hosszú utca, egészen alacsony, széles házak, mind rendjében, sorjában, akár csak a Rue Rivolin Párizsban. Középen, ahol az utcák metszik egymást, farkasszemet néz két templom. Körös körül csend, harangzug mélabusan. Így emlékezett vissza később Párizsban sikerei csúcsán Munkácsi Békés Csabára, ahol ebből a bizonyos házból, ebből a nagybácsi házból lett a Munkácsi Emlékház, és ennek közelében épült meg 1914-ben a későbbi múzeum épülete. A klasszicizáló stílusú épület sok éves gyűjtögetés után a közművelődés házaként készült el. Az eredeti célkitűzés szerint Békés vármegye régészeti, természeti és néprajzi emlékeit akarták összegyűjteni, aztán a múzeum, népkönyvtár, műterem, közművelődés négyese együtt került a tervekbe. A Munkácsi Múzeum életébe 2021-ben az új állandó kiállítás hozta a legnagyobb változást. Teljesen új koncepció szerint az eddigi különálló kiállítás részeket egybefogva, egy tervezett sorrend szerint jutunk el a földtörténettől a kiállítás csúcspontjáig, a Munkácsi teremig. Egyik eszköz a kiállítási tárgyakat kiemelő fekete háttér, másik az interaktivitás. Békés megyei leletek, a csabai tótok története, a ritkaságnak számító állat és növénytani gyűjtemény. Szerencsénkre épp itt volt a kiállításban, illetve Békés Csabán a kiállítás rendezője, Szilágyi Gábor, és ugye úgy tudom, neked van valamilyen városi kötődésed is. Hát nagyon, ugye nekem a történetem az azért érdekes, mert megkaptam ezt a feladatot, csináljunk egy kiállítást kvázi Békés Csaba történetéről és a megye történetéről, ami az én nagyszüleimnek és dédszüleimnek és az őseimnek a lakhelye és a születési helye. És hát ez egy külön kihívás és egy külön izgalom volt, hogy erről még többet megtudjunk, és még több érdekesség derüljön ki ebből a történetből. Úgyhogy itt például milyen díszletben állunk? Ez az evangélikus nagy templom, ami a 18. század második felében épült, és hát ez volt az első evangélikus templom a közösségnek itt a Békés Csabán. Úgyhogy azért is gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos identitásképző pont, ez a vallás, az evangélizmus. Ez itt volt, tehát előtte pedig a piactér. Hát ugye ez volt egy... Ez közel van a múzeumhoz is. Valóban. Ez közel van a múzeumhoz, nincs messze, és ugye itt ezen a piactéren, amit itt lent látunk, egy ilyen nyüzsgő forgatag, ez egy fontos része volt ugye mindig az életnek, ugye a hétköznapi életnek. Én még magam is emlékszem, amikor a nagyszüleimmel a piacon jártunk, és mindenféle zöldséget, meg gyümölcsöt, meg dinnyét vásároltunk. Ebbe a forgatásba én is részt vettem, és egy csirkeárusként szerepelek. Munkácsi 25 éves volt, amikor az ásító inas sikerén felbátorodva Pesten egy nagyobb kompozícióba kezdett. A síralomház rögtön óriási siker lett, nagy pénzt keresett,
és 1870-ben a párizsi szalonon pedig aranyérmet nyert vele. Lieb Mihály ekkor vette fel a Munkácsi nevet, és a sikerek közelébe külföldre költözött. Aztán ahhoz a bizonyos nagybácsihoz, Reök Istvánhoz és a nagynényéhez járt haza Békésbe, Békés Csabára a Gyulai útra. A kiállítás központi terében bemutatott Munkácsi tárlat egyedülálló tárgyakkal, képekkel és persze a multimédiás technikával mutatja be a festő életútját. Élményszerűség, dinamikus világítás és a kiállítás csúcspontja, amolyan szívcsakrája, amikor eljutunk abba a díszes kincses dobozba, ahol a Munkácsi képek és relikviák láthatók, és itt egy hologramban a fiatal Munkácsi is megjelenik és meg is szólal. Közben ugyan elerett az eső, de hogyha valaki Békés Csabán jár, nyugodtan nézze meg a Munkácsi Múzeum állandó kiállítását, és nem csak azt, amit kiállítottak, hanem azt is, ahogyan.